Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Köszöntöm a jelenlévő testvéreket és azokat, akik a médián keresztül kapcsolódnak be a mai Szent Misénkbe évközi 24. vasárnapon. Ebben a Szent Misében imádkozzunk közösen Horváth Mária lelküdvéért. Az evangéliumban egy példabeszédet fogunk hallani Jézustól, az Úr szolga-szolga kapcsolatáról. És a mi életünkben is olykor megjelenik, saját javainkat, saját igazságunkat keressük, szeretnénk a másikkal is elfogadtatni, és nem mindig tud megesni a szívünk. Nem mindig tudunk irgalmasak, odafigyelőek lenni a másik számára. Most itt a bűnbánati részben gondoljunk erre, és kérjük az Istennek a bocsánatát. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
könyörögjünk. Urunk, mindenség teremtő és gondviselő Istene, tekints ránk, és engedd megéreznünk irgalmas jóságodat, hogy egész szívvel szolgáljunk neked, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is. Kemény számadást tart a reményeknél. Bocsáss meg a másik embernek a vétel. Imádkozzál, és neked is megbocsátják. Ha más embernek alapon haragszik, hogy keres Istenért gyógyulás magának. Aki nem könyörül meg embertársán, a saját bűneiért hogy imád? Jól lehet, hogy csak ember, kitartalmasban, és ugyanakkor bocsánatot kér Istentől, hát az ő bűneiért ki a derítéke. Gondolj a végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, s tartsd meg a parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat. Gondolj az Istenre, a szövetségre, s nézd el, az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte, Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsájtanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt, nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az Úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amie csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte és úgy kérlelte, légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az Úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsájtotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte, add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte, légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket, elmentek és elbeszélték uruknak. Az Úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá. Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad. És az Úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsájt mindegyiketek a testvérének. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, az Úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsájtotta őt, sőt még az adósságát is elengedte. Ha megnézzük a mai vasárnapnak az olvasmányát és az evangéliumát, akkor szintén ugyanaz jelenik meg, mint a múlt vasárnapiban, mégpedig a megbocsájtás a téma. Nem tudom, miről beszélt múlt vasárnap diakónus atya. Én valami másféleképpen szeretném megközelíteni a mai evangéliumot. Kapcsolódik egy kicsit a megbocsájtáshoz, az irgalmassághoz is. De az imént idézett evangéliumi részlet megmutat számunkra valamit. Ha megnézzük, ugyanaz van a példabeszédben, amit manapság is tapasztalunk. Olyan, mintha az Úr és a szolga két világban élne. És eldönthetjük mi, melyik világban szeretnénk élni, melyiket szeretnénk, hogyha érvényre jutna az életünkben, amit magunk körül ki akarunk bontakoztatni. Amint látjuk, az Úr életében megmutatkozik a jó. Az a jó, ami azt mondatja vele, miután megsajnálta a másik embert, szabadon bocsájtja, elengedi. És a mi életünkben is rengeteg lehetőség van, hogy ez a jó meg tudjon mutatkozni. És megtapasztaljuk, hogy vannak olyan lehetőségek az életünkben, olyan helyzetek, olyan pillanatok, amikor sajnos nem ez mutatkozik meg. Mert elveszítjük az érzékünket, az érzékenységünket, a tudásunkat, a tudatosságunkat. Hányszor van, hogy úgy cselekszünk, mint a szolga? Nem a jót tesszük, ami lehet, hogy mielőtt megtennénk, vagy utána, kimondjuk, talán nem így kellett volna megtenni, aztán mégis megtesszük, és ezt a tudásunkat, ezt a gondolatunkat a hátunk mögé tesszük,
valahogy felfüggesztjük, és elkezdünk magyarázkodni. Hát nem volt más választásom, vagy felteszem a másiknak a kérdést, te ebben a helyzetben mit tettél volna? És amikor van egy döntésünk, van egy cselekedetünk, azt szoktuk mondani, ez egy kihagyhatatlan lehetőség volt, nem lehetett nemet mondani, ez egy óriási lehetőség, egy itt és most, soha vissza nem térő lehetőség. És vannak, akik az időre hivatkoznak, azért, hogy el tudjanak feledkezni a jóról. Ezek most nem olyan idők, nem olyan időben élünk. Amióta az ember a Földön él, nincsen az az idő. Az ember valahogy mindig ezekben az időkben él. Hát nem volt más lehetőségem, nem volt más választás. Itt mindenki ezt csinálja, vagy így csinálja. És szomorúan olvastam a hetekben a bátaszéki esetről, amikor az őstermelő becsület kasszával árulta a zöldségei gyümölcseit. Ott is ugyanez jelent meg. Elvitték az árut, de a kassa nem volt tele. Nem az az összeg volt benne, amennyit értek volna az áruk. És ebben az esetben is azt mondjuk, ilyen időket élünk, mindenki ezt csinálja. Itt van a rossz a világban, tudjuk, és Jézus is tudta ezt. De milyen jó volna, ha le tudnánk győzni, ha mindenki csak a jót tenni. Legyőznénk a kísértést, hallgatnánk a lelkiismeretünkre, hogyan Izaiás próféta mondja a Messiással kapcsolatban, együtt legelészik majd a borjús, az oroszlán, vagyis eljön az a tökéletes állapot. Mi lenne, hogyha tudnánk Jézushoz hasonlítani, vagy ugyan a példabeszédben hallottuk, az Úrnak megesett a szíve, és meg tudna esni a mi szívünk is. És a bátaszéki témával kapcsolatban azt is szoktuk mondani, a jónak a hiányában, ha valaki megbocsájt, ha valaki irgalmas, ha valaki bőkezű, ha megbízik a másik emberben, ha nagyvonalú, hogy te szerencsétlen vagy, te bolond vagy, ez élhetetlen dolog, szerencsétlen vagy. És nem róhatjuk fel neki, hogyha kimondja ezeket, mert még nem találkozott az igazi jóval, nem élte át a jónak a szépségét, a maga mélységét. Aztán azért sem tudjuk felfedezni mindig a jót, mert különböző neveket adunk nekik. Gyöngeségnek, erőtlenségnek, balgaságnak hívjuk. Egy egész konkrét helyzetben szem előtt éveztünk valami jót, azt a jót, ami a kezünkben van. A történetnek a szereplője a gazdag, akinek megesik a szíve, és azt mondja, én ezt a jót most megtehettem érte. Vagyis az életünkben nagyon sok jó van, amit kapunk ajándékba, és nem azért kapom, mert tettem valamit, és lehet, hogy tettem érte, de azért, mert valaki megajándékozott ezzel. Meglettem ajándékozva, ajándékba adta oda nekem. És mi az, ami meg kell érintsen ebben a történetben? Az, hogy nem elméletben, hanem a legmélyebb élmény alapján kell tudnunk átélni, mit jelent az, hogy olykor kiszolgáltatottak, és mit jelent az,
hogy irgalmasak tudunk lenni. És látjuk ennek a szolgának az életében, a gazda megajándékozza, de nem tudja továbbadni. Jézus nem hiába mondja el ezt a példabeszédet, mert velünk is olykor megtörténik ez. És egyszer csak rá kell tudnunk csodálkozni, de hiszen van az a jó, amit kaptam, és amit tovább adhatok. De nekünk kell tudnunk eldönteni, a jót vagy a rosszat választjuk. Így is mondhatnánk ezt, az Isten országában élünk-e, ami itt van, vagy pedig abban a világban, amire azt szoktuk mondani, nem olyan időket élünk. És a történet alapján, a példabeszéd alapján úgy tűnik, hogy érdemesebb az Isten országába élnünk. Amen. Testvéreim, valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyben és földben teremtő Istenben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogadhatott Szent Lélektől, született Szent Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a bokrokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jöhet ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Testvéreim, Isten szent fia megbocsájtást és irgalmat hozott a földre. Kérjük tőle, hogy példájára mi is meg tudjunk bocsájtani. Hogy az egyház pásztorai mindenkor a megbocsátást és irgalom örömhírét hirdessék a világnak. Hogy az emberiség nagy családjában megszűnjék a viszálykodás és a bosszúállás. Hogy önmagunkat legyőzve szívből meg tudjunk bocsátani az ellenünk vétkezőknek. Hogy ne verjen bennünk gyökeret a sértődöttség, a harag és a megtorlás szelleme. Kérünk, hogy megbocsátva szeretetünkkel mi is méltók lehessünk a te irgalmadra. Irgalmas Istenünk, segíts minket, hogy szeretetben és békességben élve a földön, halálunkban is a tiéd maradjunk, Krisztus, a mi Urunk által. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Fogadd kegyesen könyörgéseinket, Urunk Istenünk, és vedd szívesen híveid áldozati adományait, hogy amit most neved dicsőségére egyenként felajánlottunk, mindnyájunk üdvösségére váljék Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket, felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Te ő benne akartál megújítani mindent, és gazdagságából nekünk is részt adtál, mert Isten létére kiüresítette önmagát, és a kereszten kiontott vére árán mindenkinek békét szerzett. Majd felmagasztalva minden más fölé örök üdvössége lett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Ezért mi is, miként az angyalok és fő angyalok, a trónot körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szent Lélek által szented meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föltámadásokat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz érgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt Mária testvérünket, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyának, aki a mennyekben van, Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással, legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veled. És a te lelkeddel. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
könyörögjünk. Mennyei ajándékod éltető ereje járja át lelkünket és testünket, Urunk Istenünk, hogy ne a mi ösztönös természetünk uralkodjék bennünk, hanem a szentség hatása irányítson minket mindenkor. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Isten.